I found this fascinating specimen in the lava underneath this very room. Magmar should provide an adequate challenge for your pathetic little band. On second thought, what fun is an adequate challenge? Sziasztok! Sheez vagyok, és ebben a videóban a Magma 25 heroic killünket mutatom be. Szolgálat útmutatóként is ez a videó olyanok számára, akik még nem tudták leütni, vagy ezután fognák neki menni. Feltételezem azt, hogy a normál módot ismeritek, így csak a heroic mód mechanikákat fogom elmondani, és hogy mi változott. Először is mi ezt két tankkal, 6 healerrel és 17 DPS-sel csináltuk. HC módban azon felül, hogy több HP-ja van a bossnak és addoknak, sokkal nagyobb a damage, és sokkal több mindenre kell figyelni is. Van egy képesség, ami totál káoszá teszi a harcot. Ez a Blazing Inferno. Nefarious lehív egy meteort egy random raid tagra, lehet ez tank, melee vagy ranged is. Hasonlóan néz ki, mint a Pillar of Flame, viszont ebből nem sok kis parazita jön ki, hanem egy nagy Blazing Bone Construct. Ezeknek 4,5 millió HP-jük van, és a damage, amit okoznak, az elég brutális. Ha kettőnél több ad van lent, akkor valószínű, hogy tank halált fog eredményezni. Ezt az adot lassítani nem lehet. Amikor a meteor becsapódik, egy percig tüzet is hagy maga után, ami nem elég, hogy orbitálisan sokat tikkel, de még mozog is. Szóval ezt a tüzet mindenféleképpen kerülni kell, vagy Death CD-t használni, ha úgy alakul, hogy nem tudod kikerülni. Amikor a Blazing Bone Construct eléri a 20% HP-t, elkezd kasztolni egy Armageddon nevezetű spellt. Ez nem szakítható, vagy stunnolható. 8 másodpercig kasztol, és ha bekasztolta, akkor 125.000 fire damage-et fog kapni mindenki, amit röviden hívhatunk Raid White-nak. Egyetlen módja, hogy ezt megakadályozd, az az, hogy megölöd, mielőtt végig kasztolja. A boss tank maradjon végig a bosson, míg az ad tank maradjon végig az addokon. Tank swappolni nem érdemes, illetve nincs értelme. A parazitákra ajánlott egy Frost DK, aki kájtolja őket. Valószínű észrevettétek már, hogy én kájtolok, illetve nagy addot is fogom. De ezt nem ajánlom, legyen két külön emberetek a nagy adra és a kicsi parazitákra. A raid legyen szétszóródva az egész fight alatt, és figyeljetek a Pillar of Flame-re és a Blazing Inferno-ra, hogy hova csapódnak be, ezekből ki kell állnotok. A nagy adra érdemes úgy 10 DPS-t kiosztani, míg a többiek üthetik magmát. Viszont amikor magma a lekötése után 100% damage increase van, akkor minden DPS forduljon ki a bossra. Ez idő alatt lehet lejön még egy Blazing, de CD-kkel tankolható arra a kis időre.
Inconceivable! You may actually defeat my lava worm! Perhaps I can help tip the scales. 30% HP-nál Nefarious Shadow Breath-et kezd el kasztolni random játékosokra, ami becsapódásnál 5 yard körzetben is sebez. Ezért itt legyen mindenki szétszóródva. Itt el lehet tolni a Time Warpot, BL-t vagy Heroizmet, illetve bármilyen más RCD-t, ami megmaradt. Sok sikert Magmahoz! A komment szekciókban szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, ha van. Shiz voltam, sziasztok! Won? How disappointing. I could have easily watched you all continue to stand in the fire.